Üdvözlöm a kedves nézőket! Nos, hát szerencsésen megérkeztünk ide Ramsau am Dachsteinba, összevonva Rammsteinba. Ez lesz itt mögött, amin van a szállásunk, ez a gyönyörű, szép, alpesi, romantikus épület. De erről majd bővebben a szállás vélemény videóban, mivel most még csak megérkeztünk, ennek még nincs itt az ideje. Hanem a mai napra már csak egy nagyon rövid kis kiruccanás fér be, mert azért nem volt rövid az utazás, körülbelül 530 kilométert jöttünk, úgyhogy elég fáradt is vagyok. De a környéken azért még szétnézünk, úgyhogy tartsanak most velünk. A környék az természetesen hamisítatlan alpesi táj, ugye Steiermark, Ausztria, hogyha ez eddig nem esett volna le. Mögöttem pedig itt a Dachstein vonulata látható, ha minden igaz, akkor ott fönt is leszünk még majd. És reméljük, hogy akkor nem lesz ilyen ronda felhős idő. De hogyha a másik irányba tekintünk el, a másik irány se rossz. Ez Schladming fele néz, és ott a Schladmingi hegyek vannak. Az alpesi települések szerkezete egy kicsit olyan, mint az Őrségben, ami van. A házak így szanaszét vannak a szép zöld mezőn. Tehát a házak nagy többsége fogadó vagy panzió. Turistatok már a településen is találhatóak. Íme itt egy ilyen OKT tábla. Hát mi most, mivel nem nagyon fél bele több az időbe, ezt a legfelsőt fogjuk csinálni. Tulajdonképpen lemegyünk a városba turista úton keresztül. De ahogy látszik, itt van például a bicikliút is. Meg azt is hiszik, hogy ami az út mellett terem a bokrokon, az mind mérgező, vagy legalábbis ehetetlen. Éppen ezért nekünk sokkal több marad. Itt ugyanis ez végig málnás. Tessék megnézni, milyen piros. Rengeteg van rajta. Senki nem szedi. Íme az osztrák turista utak osztrák turista jelzése. Ugye a zászlót követi le nyilván. És benne egy szám van, és ezt kell aztán szépen a turistának végig követnie. Tehát fára rakva, aztán majd így néz ki a turista jelzés. De azt meg kell mondjam, hogy általában azért nem ez a valós helyzet. Csak ilyen félig meddig lekopott festett valami szoktak lenni. Másrésztől viszont a turista utak mellett sokszor találni pihenőket, padokat, meg ilyesmit. Ami néha jól jön. De nem most, mert most még csak 5 perccel jövünk. Íme Rammstein látképe. Valahol onnan kezdődhetett az egész falu a templom körül, aztán szépen is szétterjedt az egész völgyben. Hát ma sem egy borzasztó nagy durranás azért, néhány száz állandó lakosa lehet, nem több. Viszont ilyenkor turista szezonban rendesen földúsul. Hol volt, hol nem volt, az Operenciás tengeren is túl, az Üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú malac túr. Hogy így felvezessem a dolgot, mi is az az Operenciás tenger? Ez nem jelent más, mint azt, hogy az Enns völgyén túl vagyunk. Azaz, hogy über Enns. Az Operenciás tenger azért tenger, mert fentről, majd ezt mutatni fogom valamikor, mikor oda kerülünk, akkor úgy néz ki az Alpok, mint a hegyek tengere. Az Üveghegy pedig nem más, mint a Großglockner, amelyik teljesen hóba temetkezve, tényleg, mint hogyha üvegből lenne. Talán majd őt is látni fogjuk. És a kurtafarkú malac pedig a svájciakat jelenti, mert a Schwanz és a Schwein szavakból úgy gondolták elején, hogy összevonták azt, hogy Svájc. Hát ez most nagyon tudományosan hangzik, remélem, hogy igaz is. Minden esetre a mesének most vége. Ennek a túraútvonalnak a neve viszont az, hogy Dachstein panoráma út, és hogy miért, azt most mutatjuk. Aztán van itt ez a kis tó. Ez a hínáros? Ez. Hínárosnak ugyan nem hínáros, viszont fürödni tilos benne. Az áll a táblán, sőt, hogyha a gyerek bemerészkedne a tudtunk nélkül, még akkor is minket picsáznak elérte. Hát ez van. Akkor nem tudom, miért van, de van. Mivel tudom, hogy a városnézős videóink nem népszerűek, ezért a városból csak nagyon keveset fogunk mutatni. Itt van valamilyen márványtömb a Dachsteinról, benne beleintegrált vízköpővel, és ez ilyen köztéri kultúra, minden ilyesmi.
és íme a harmadik és egyben utolsó látnivaló és a siugró sáncok. Van egy kicsi, egy még kisebb, meg egy nagy sánc. Mondjuk nem nagyon értek hozzá. De minden esetre azért onnan föntről rajtolni és ugrani elég vérpisasztó dolog lehet. Most is lehet egyébként csinálni, mert ilyen műfűvel van bevonva a pálya, tehát igazából most is működik, csak nem igazán vannak delikvensek, akik próbálgatnak. Az Alpokban arra kell vigyázni, hogy az időjárás az nagyon gyorsan és nagyon könnyen változik. Ott a csúcsos hegynél már esik az eső, de rendesen, úgyhogy skerázunk is hazafelé. Ennyi volt az első túra, nem igazi túra, de ilyen félig meddig, mert azért volt benne turista ösvény. Holnap viszont valami nagyon kemény fog következni, vagyis két hét múlva. De addig is a viszontlátásra. Úgy döntöttem, hogy a bemelegítő túra egy kicsit rövidre sikerült, ezért hozzácsapjuk a szállásvélemény videót is. Nos, Ramsauen-Dachsteinban a Sunrise Apartmentben voltunk elszállásolva, 5 éjszakát töltöttünk itt, és úgy összességében nagyon elégedettek voltunk. Ami nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki itt foglal szállást, akkor mindenképpen olyan szállást nézzen, ahol adnak Sommerkartot. Ez így néz ki. Ez egy ilyen üdülési kártya, úgy néz ki, mint egy bankkártya, és ez tényleg hasznos. Tehát számtalan fizetős útnál, számtalan belépőnél ezzel ingyenesen mehetünk be, illetve nagyon erős kedvezménnyel. Tehát ez feltétlenül hasznos, és ez általában benne is szokott lenni a szállások leírásában. Mindenképpen vegyük figyelembe. Az apartmanhoz természetesen erkély is járt, és kezdjük a kilátással az erkélyről. Nos, hát fogalmazhatunk úgy, hogy pazar. Egész messze, egész nagy hegyeket is lehet látni. Kilátás a másik oldalra is volt, és az se rosszabb. Az apartman egyébként két szobából állt, íme itt az egyik, ide lett a gyerek elszállásolva. Hát ez tulajdonképpen nem több, mint egy ágy, meg egy szekrény. Aztán volt egy másik, ami egy kétszobás, hát tulajdonképpen lakásnak is felfogható. Hely az volt bőven. Tényleg nagyon szép tágas, beépített konyhával. A konyhában minden volt, ami kell, sőt még, tessék, mosogatógép is. De természetesen mikró, főzőlap és hűtő is. Aztán a nappali rész, a tévével, dohányzóasztal és a kanapé, mondjuk ez nem kihúzhatós kanapé, meg az ebédlő rész és a hálószoba, ami szintén nem kicsi, a dupla ágyjal és a szekrénnyel, ami nagyon ötletes. Így nyílik. A fürdőszoba is ezúttal megérdemli azt, hogy szobának hívjuk. Itt is bőven volt hely. Volt ilyen kéthengeres mosdó. És végre voltak a falon akasztók is, hogy az ember a koszos ruháját ne a földre hajgálja le, hanem kulturáltabban tudja lerakni. A budi pedig külön volt. Mondjuk annyi kritika érhetné a budit, hogy ide még egy mosdó befért volna. De hát, ha nem, hát nem. Mi az, ami még ilyenkor fontos? Az étkezések. Reggelit, vacsorát itt vettünk. Majd még meglátjuk, hogy mennyibe fog kerülni ez a móka. De a konyha jó volt. Bőséges volt, változatos és igényes. És ezért nem is túl olcsó. Most valamelyik rejtőregényben van egy olyan karakter, aki dacára annak, hogy többször is megmászta a Mont Blanc-t, fölpofozta a házmestert, amikor nem működött a lift.
Na most ez a kis szösszenet sokszor eszembe jut, amikor a legfelső emeleten vagyunk elszállásolva, és ez most is így történt. De hát azért vagyunk sportosak, meg hegymászók, hogy ezt bírjuk. Természetesen a szálláshoz parkolóhely is tartozik. Ez mindig volt elég, bár minden vendég nyilván kocsival jött, de akkor is. És adás, hogy az udvar belsejében voltunk, hogyha így kinézünk arra felé, akkor láthatjuk, ha most a kocsi is elment, hogy az sem a fő út, de az mondjuk egy viszonylag forgalmas utca. De mivel ennyire bent voltunk, ez az utcazaj már teljesen lecsendesült, mire ideért. Úgyhogy aludni tökéletesen jól lehetett. Semmi zaj nem volt, nem lármáztak, a vendégek is normálisak voltak. Úgyhogy elégedettek vagyunk, ez a lényeg. És itt az ajtón mutatom még. Így a visszaérőn most ki van támasztva, hogy a Booking.com-on 9,6 a helynek az értékelése, ami azért nagyon magas. Az ár pedig végső soron nem volt rossz, úgyhogy én szerintem megérte. Egy olyan 20%-a drágább, mint mondjuk Magyarországon egy ilyen átlagos hotel a hegyekben, de ez még belefér, fogalmazzunk így. Na, úgyhogy szép volt, jó volt, megérte, tudjuk ajánlani, hogy vissza is fogunk majd ide jönni, de addig is a viszontlátásra.